Jó napot kívánok, ez itt a program. Dobrev Klára Árnyék kormányának programbemutatója zajlik ezekben a hónapokban, ahogy önök azt már megszokhatták. Országszerte számos helyen elmondunk mindent, amit mi szeretnénk megvalósítani ebben az országban, hogyha Dobrev Klára Árnyék kormánya kormányra kerül, és elmondjuk itt is ezen a felületen. Most az Árnyék kormány honvédelmi programját fogjuk elmesélni, hogy mi hogyan gondoljuk, és mit kell rendbe tenni ezen a területen Vadai Ágnessel, az Árnyék kormány honvédelmi miniszterével, és mindig onnan szoktunk kiindulni, tegyük ezt most is, hogy mik voltak azok az elsődleges problémák, mondhatjuk azt is, hogy bűnök, amiket elkövetett a Fidesz a honvédségnél. Szinte nincsen olyan terület, ahol ne lenne bűne a honvédelemben a jelenlegi kormánynak. Ha nemzetközi területet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a teljes elszigetelődés, elmagányosodás folyamata jellemzi a mostani kormányt. Folyamatos harca az Európai Unióval, majd nagyjából 2 éve most már a NATO-val is, sajnálatos módon az egész országot ennek a két szövetségnek a peremére sodorta, aminek az a következménye, hogy a biztonságunk gyengült, hiszen már nem vagyunk erős tagjai az Európai Uniónak, mint voltunk sokkal korábban, és a NATO-nak sem tudunk ilyen erős tagjai lenni, annak ellenére, hogy katonáink kiválóan végzik a feladatukat. Ez egy dupla csavar az egész történetben, mert ugye a Fidesz kormánynak, vagy Orbán kormánynak meg a fő kommunikációja mindig a védelem. Majd én megvédelek benneteket migránsoktól, háborútól, rezsiemeléstől, csillaghullástól, UFO-któl, mindentől, a jó Orbán Viktor véd meg minket, miközben egy országnak az alapvédelmi egységét, a honvédelmet, a honvédséget, az pedig, ahogy lehetett, leamortizálták. Így igaz, hogyha visszatekintünk 2010-re, mert szeretnek ilyen időtávokban gondolkodni, akkor azt látjuk, hogy 2010 és 18 között alig költöttek a hadseregre, sőt ebből volt 5 év, az első 5 év, amikor a GDP 1%-a alatt költöttek. Ugye tudjuk, hogy ez a 2%, ez a bűvös összeg, na most pont ennek a fele vagy fele alatt sikerült költeni, aminek az lett a következménye, hogy lényegében csak a fizetéseket tudták fizetni, meg néha egy-egy laktanyába egy-egy szobát ki tudtak festeni. Aztán 2018 és 2022 között pedig rájöttek, hogy hát már nem lehet stadiont építeni, valamibe be kell fektetni. A legjobb módszer, hogyha titkos beszerzéseket alkalmaznak, úgyhogy elkezdtek hatalmas összegeket elkölteni mindenféle haditechnikai eszköz beszerzésére. És leginkább azt láttuk, hogy a titkosság mellett a politikai haszonszerzés irányította őket, hiszen rengeteget vásároltak akkor, amikor Angela Merkel volt a német kancellár, Németországtól. Milyen típusú hadi eszközök? Van benne nyilván helikopter, van benne szállítórepülőgép, van benne szárazföldi eszköz, de nem ez jellemezte. Tehát nem a szisztematikusság, a logikusság jellemezte, vagy a szakmaiság jellemezte ezeket a beszerzéseket. Mert hogy éppen Brazíliából szállítórepülőgépeket vásárolt a magyar kormány akkor, amikor Bolsonaro volt az elnök. Donald Trump volt az amerikai elnök, és végre bejutott Orbán Viktor a Fehérházba, úgyhogy rögtön kötöttek is egy üzletet, egészen biztosan inkább előtte, tehát azt hiszem, hogy ez volt a feltétele. És hát azt láttuk, hogy Németország esetében pedig Angela Merkel volt a kancellár, aki, emlékezünk arra, azt mondta Sopronban, hogy milyen jól költött el Orbán Viktor az Európai Uniós forrásokat, és mit ad Isten, Magyarország akkor azokban az időkben a legnagyobb vásárlója volt a német fegyveriparnak. Tehát nem azt lehetett látni, hogy egy logikus építkezést folyt, hanem sokkal inkább politikai bevásárlás. Mindeközben elfelejtkeztek egy dologról. Ez pedig az, hogy ezek az eszközök persze kellettek, hogy érkezzenek, folyamatosan kellett fejleszteni, csak nem lesz katona, aki működtesse. Lásd, lélegeztetőgépek. Így, hát a helyzet az, hogy azt látjuk, hogy a mostanra már NER-esített, hiszen 2022 után a NER beette magát teljesen a honvédelmi tárcába. A NER-esített Magyar Honvédség és Honvédelmi Minisztériumot leginkább zavaró tényező a katona. Azt láttuk, hogy az idei év elején a magyar kormány se szó, se beszéd úgy döntött, hogy a 45 év feletti 25 év szolgálati viszonnyal rendelkező katonákat válogatás nélkül és indoklás nélkül utassák ki. Volt olyan katona, ő nyilatkozott is, aki egyébként éppen Irakban a kontingens parancsnok helyettese volt, amikor megkapta az elbocsátó üzenetet. És már nem csak 45 év feletti, hanem 45 év alatti katonákat is kirúgdosnak. Ez volt a 22 utáni legnagyobb tragédiája a Magyar Honvédségnek, de 2010 után is volt egy, amikor a szolgálati nyugdíjasokat, tehát azokat a katonákat, akik hosszú évtizeden keresztül szolgálták a hazát, azoktól megvonták ezt a státuszt,
Így annak érdekében, hogy ők megkaphassák a teljes nyugdíjukat, 10%-át le kellett fizetniük, le kellett adniuk a költségvetésbe a juttatásuknak, vagy el kellett menni önkéntes tartalékosnak. És ezzel együtt, tehát láttunk egy ilyen nyugdíjasokat megalázó programot 2010 után, láttunk egy aktív állományt megalázó programot a kormány részéről 2022 után, és most rájöttek arra, hogy nagyon jó, hogy van nekünk Lynx, meg Leopard, meg helikopter, csak nincs ember, aki ezeket elvezesse, tehát mi a feladat? El kell kezdeni toborozni. Na, hát erről még beszélünk a toborzó kampányokról, mert ugye kicsit a racionalitásnak ellentmond, hogy kirúgok tapasztalt kollégákat, és gyorsan keresek újakat, akik nem tapasztaltak értelemszerűen. De most nézzük meg azt, hogy mit mondott Dobrev Klára árnyék miniszterelnök a honvédelmi program bemutatónkon, aztán innen folytatjuk. Ha egy országot elönt a korrupció, akkor a hadsereget is elönti a korrupció. Ha egy országban az előrejutást és a kinevezést azt a haveri, rokoni, baráti alapon döntik el, akkor a hadseregben is a kinevezés és az előrejutás haveri, baráti, rokoni alapon fog történni. Ha egy országban minden döntés arról szól, hogy hogyan legyen a vezetőknek még nagyobb hatalma, még több pénze, még több harácsolás, akkor a hadseregen belüli döntéseket is az fogja befolyásolni, hogy hogyan tud még nagyobb hatalmat, vagy adott esetben még több pénzt harácsolni magának a hadsereg vezetése. És pontosan ezt látjuk a magyar hadseregben. És miközben milliárdok mentek el kétes hírű közbeszerzésekre, miközben a hadseregünk, az országunk vezet biztonságára ügyelő hadsereg felett egy egyébként üzletileg is érdekelt ember hoz döntéseket, aközben a magyar katonák teljesen kiszorultak a magyar hadseregből. A NER, ahogy beleette magát az autópályaépítésbe, ahogy beleette magát a turizmusba, hogy beleette magát a magyar mezőgazdaságba és a magyar földekbe, így ette bele magát a magyar hadseregbe is, megalázva katonák ezreit, és gyakorlatilag veszélybe sodorva hazánk biztonságát. Hát ezen a területen is van dolog épp elég. Szerintem kezdjük a humán erőforrásnak, tehát az állománynak a, hogy is mondjam, rendbetételével, tehát mit kell tennie a jövendőbeli honvédelmi miniszternek, a jövendőbeli kormánynak ahhoz, hogy a honvédség normális állapotba kerüljön, és ne így bánjanak a humán erőforrással, ahogy most az Orbán kormány teszi. Dobrev Klára szociáldemokrata kormányában a honvédelmi program az egyértelműen az emberről szól. Úgy az állampolgárról, mint a katonáról. Az állampolgárról akkor azt mondjuk, hogy miután a hazavédelme az az egész országnak az ügye, de ezt nem a Karmelitában kell eldönteni meg a miniszterelnöknek, mi egy folyamatos párbeszédet szeretnénk az állampolgárokkal, hogy ők hogyan látják. Mi ezt a bevonás politikájának nevezzük, és ez nagyon fontos, hogy ez nem egyszeri alkalom, hanem folyamatos párbeszéd legyen az állampolgárokkal. És hát a másik, ugye elmondtam, hogy a jelenlegi kormány számára a legzavaróbb tényező sajátos módon a katona, mi nagyon máshogyan gondolkodunk. Először is jóvátételre lesz szükség. A szolgálati nyugdíjasoknak, akiket 2010-ben megaláztak, ott egy komplex programot ajánlunk, és természetesen kompenzációt és pénzügybeli kompenzációt szeretnénk nekik adni, ez nyilván majd a költségvetés lehetőségeitől függ. Az idén kirúgott katonák esetében pedig biztosítani fogjuk, hogy visszatérhessenek a magyar honvédséghez, hogyha szeretnének. Ha nem a magyar honvédséghez, akkor lehetővé tennénk nekik azt, hogy az államigazgatás bármelyik területére visszatérjenek. De ami a legfontosabb, a mostani teljesen kudarcos, sikertelen, és hát nem tudom, hogy ki által gyártott toborzási koncepciót, azt ki kell dobni. Teljesen új toborzási koncepcióra van szükség, amely megkérdezi a fiataloktól, hogy ők hogyan látják a magyar honvédséget, és mi mit tehetünk azért, hogy ők bejöjjenek a magyar honvédségbe, és katonaként szolgáljanak. Mert most senki nem kérdezte meg őket. De mellett nem csak a fiatalokat. Szeretnénk külön programot alkotni a nőkre, nyilván különböző kisebbségi csoportokra szeretnénk, veterán programot ebben a nagy humánpolitikai koncepcióban, mert hogy nem akarjuk elveszíteni a tudást. És hát látjuk az utóbbi időben, hogy a katonákat nem védik meg.
A katona szolgálja, ha kell, az életárán is a hazát, és éppen most szüntetik meg a szakszervezeti jogaikat, a lehetőséget arra, hogy szakszervezetet szervezhessenek. Mi ezen túlmenően meg fogjuk védeni a katonát, mert a katona bennünket véd meg, nekünk kötelességünk őket megvédeni a hatalmasságoktól, ezért föl fogjuk állítani a katonai ombudsman intézményét. És ezen túlmenően a tárcán belül egy nagyon szigorú és konzekvens programot fogunk létrehozni a szexuális erőszak ellen. Az utóbbi időben nagyon sokszor lehetett hallani, hogy a Magyar Honvédségen belül ez megtörtént, és az előjárók bizony sok esetben a szőnyeg alá söpörték. Én azt gondolom, hogy egy normális kormány, és nem kell ennek szociáldemokratának lenni, de láthatóan a szociáldemokrata kormánynak lesz ez a feladata, ezekben az ügyekben nem ismer pardont, és szisztematikusan fellép az előjárói hatalommal való ilyen típusú visszalépéssel szemben is. Beszéltél a fölösleges, rendszer nélküli, adhok jellegű, vagy akár sejthetően érdekek mentén történt beszerzésekről. Mi lesz velük? Nyilvánvalóan át fogjuk ezeket tekinteni, és különösen át fogjuk tekinteni azokat a szerződéseket, beszerzéseket, amelyek kifejezetten a NER-hez köthetők. Ugyanis én magam azt gondolom, hogy a NER megjelenése a Magyar Honvédségnél nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ugye a 4G a legjellemző, vagy leginkább jelenlévő cég. Azt gondolom, hogy az ő kötődésük a Fideszhez, az nem fogadható el. A hadsereg ugyanis nem egy pártnak a hadserege, nem a kormánynak a hadserege, nem az országgyűlésnek a hadserege, hanem a haza hadserege. És ezt kell érvényesíteni, és a szociáldemokrata kormány ezt fogja érvényesíteni szisztematikusan a következő időszakban, ha kormányra kerül. Biztos, egészen biztos, hogy viszont nem történtek meg olyan beszerzések és olyan fejlesztések, amire mi szociáldemokraták pedig azt gondoljuk, hogy ezt meg kellett volna tenni. Vannak-e ilyenek? Vannak. Minden, ami NATO és közös NATO és Európai Uniós beszerzés, abban én azt gondolom, hogy a következő magyar kormánynak részt kell vennie, hiszen ezáltal tudunk lehetőséget biztosítani nem csak arra, hogy logikus legyen a beszerzés, hogy a szolgálja a haza érdekét, hanem hogy magyar kis- és középvállalkozások be tudjanak kapcsolódni, és amint még a végén nagyon fontos, hogy az adófizetők mindig ellenőrizni tudják, hogy mire is költik el a kormány képviselői, jelen pillanatban a honvédelmi, jelen esetben a honvédelmi tárca képviselői az ő befizetett adójukat. Tehát legyen magyar beszerzés, ez fontos, de legyen nagyon sok NATO-s és Európai Uniós közös hadipari, haditechnikai beszerzés annak érdekében, hogy gazdaságilag is pozitív legyen az eredmény, és vissza tudjunk kerülni ezáltal is a NATO és az Európai Unió fősodrába. Kicsit az ember fenntartásokkal van, vagy hát én egészen biztos azokkal az emberekkel szemben, vagy inkább azokkal a politikusokkal és azokkal a kormányokkal szemben, ahol túl sok a polihisztor. Hát itt az Orbán kormányban a Honvédelmi Minisztérium és annak vezetője is egészen zseniálisan sok mindenhez ért, például a sportügyekhez is. Hát Dobrev Klára kormánya biztos, hogy nem így fogja majd elképzelni, Vadai Ágnes honvédelmi miniszter sem így fogja elképzelni, hogy mondjuk a sport az a honvédelemhez tartozzon? Legfőképpen annak ingatlanjai? Ha megnézzük, a honvédelmi miniszter leginkább agárversenyekre jár, helikopterezni szeret, lovasversenyeken, huszárokkal szeret mutatkozni. Ez lehet egy fontos dolog, de nem ez a fő irány, azt gondolom. A honvédelmi minisztériumtól minden olyan területet át kell adni civil világnak, ami a civil világ dolog. Én azt gondolom, hogy a sport nagyon rossz helyen van a honvédelmi tárcánál, mert bár van a sportnak nyilván katonai része is, hiszen fit emberekre van szükség a Magyar Honvédségen belül, de az a civil társadalomnak és általában a magyar társadalomnak egy fontos kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon helyes lesz az, hogyha a honvédelmi tárca azzal foglalkozik, ami a dolga, a Magyar Honvédséggel, a hazavédelmével, a biztonságunkkal. Hát azon kívül, hogy egy katona legyen fit és edzett, ez alap, de ennek ugye semmilyen formában nem követelménye vagy következménye, hogy legyen a Honvédelmi Minisztérium kezelésébe, nem tudom miébe, egy budapesti aréna. Tehát, hogy nem, ennek nem én, tudom, én hogy én megmondom őszintén, azt szeretném, hogyha azokat az ingatlanokat, amik hagyományosan a Magyar Honvédségé vagy a honvédelmi tárca alá tartoztak,
a honvédségi üdülők, a honvédségi művelődési központok, azok megmaradnának, és a következő két évben, amíg lehetőségük van kormányozni, nem kótyavetjelni el a jelenlegi kormány, mert ez szolgálja majd azt a szociális és egészségügyi programot, ami szintén a humán stratégiánk része lesz. Olyan sokszor kérdezik tőlünk, amikor így a program bemutató során járjuk az országot, hogy na jó, de hát Dobrev Klára hogyan tudná az uniós kapcsolatokat egyik napról a másikra helyreállítani, hogyan tudná pénzeket hazahozni, Vadai Ágnes hogyan tudná NATO kapcsolatokat egyik napról a másikra helyreállítani? Hát biztosan nem úgy, hogy Budapestről mindig meg akarjuk mondani, hogy kell a NATO-nak működni. Partnerséggel ebben szerencsére sokat segít az, hogy a NATO parlamenti közgyűlésen belül a Tudományos és Technológiai Bizottság elnöke vagyok, így rengeteg olyan kapcsolatot tudtam az elmúlt időszakban képíteni, amit kormányon is tudunk majd használni, hiszen az új lengyel kormánnyal például már is ki tudjuk építeni a kapcsolatokat a közgyűlésen keresztül, és hát párbeszéddel, normalitás. Én azt gondolom, hogy ez a legfőbb, ugyanúgy, ahogy Dobrev Klára is a kapcsolatrendszerével és a pozitív, normális, építő hozzáállásával, úgy minden területen beleértve a honvédelem területét is, azt gondolom, hogy normálisan kell beszélni a partnereinkkel, érvényesíteni kell az érdekeinket, de ezt meg lehet tenni anélkül is, hogy Budapesten pattogna valaki. Az biztos. Köszönöm szépen, Ági. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ne feledjék, a DKTV YouTube csatornájára feliratkoznak, akkor több más itt készült műsort is láthatják, például a programot is. Jövő héten újra jelentkezünk, viszontlátásra.